MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, a szénhidrogénipar tudásátadásának és tudományos kutatásának hazai fellegvára. A Pannon Egyetem mérnöki karán működik a MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti Tanszéke. Már a tanszék neve is elárulja, hogy itt elsősorban motorhajtóanyagok kutatásával foglalkoznak. Vizsgálják a környezetbarát nagy energiatartalmú, hagyományos motorhajtóanyagok gazdaságos előállítási lehetőségeit, de kutatják azt is, hogy az alternatív motorhajtóanyagoknak, kenőanyagoknak és adalékaiknak mi lehet a szerepe a fenntartható fejlődésben, és hogyan kapcsolódik össze a kutatás és az oktatás. A MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti Tanszék a vegyészmérnöki képzés keretén belül elsősorban a kőolajipari technológiák és a petrolkémiai technológiák területét gondozza. Mind a BSC, mind az MSC, mind pedig a PhD képzés területén olyan tananyaggal rendelkezünk, amely nem csak Magyarországon egyedülálló, hanem a világon is csak nagyon kevés helyen oktatják ezt. Tanszékünk oktatási tevékenységét nem csak a Magyar Nemzeti Akkreditáló Bizottság, hanem az Angol Vegyészmérnöki Kamara és a Nemzeti Mérnök Szövetségek Európai Szövetsége is akkreditálta. A tanszékünkön végzett fiatal kollégák nem csak alapos vegyészmérnöki ismeretekkel rendelkeznek, hanem mély szénhidrogénipari és gazdasági ismeretekkel. Így nagyon könnyen tudnak elhelyezkedni hazánkban, és jelentős a kereslet külföldi országokban is mérnökeink iránt. A fenntartható fejlődés egyik pillére a mobilitás, amelynek során a szárazföldi, légi és vízi járművek működtetéséhez energiaforrásként a motorhajtóanyagok szolgálnak. A MOL tanszék kutatási eredményeivel hozzájárult a gyakorlatilag kénmentes, csökkentett aromás tartalmú motorbenzinek, dízelgázolajok, továbbá azok nagy hatékonyságú adalékaik kifejlesztéséhez. Ezen motorhajtóanyagok minden minőségi jellemzők tekintetében kielégítik az Európai Unióban érvényes jelenlegi szabványok minden követelményét. A tanszék jelentős mértékben hozzájárult a nemzetközileg elismert minőségű, csökkentett károsanyagkibocsátást eredményező MOL Tempo motorhajtóanyag család kifejlesztéséhez. Ezen motorbenzinek és dízelgázolajok felhasználásakor kevésbé káros komponensek keletkeznek, és így kisebb a környezet terhelése. A különböző kenőanyagok a gépek üzemeltetésénél nélkülözhetetlenek. A tanszéken 40 éve folynak a kenőanyagokkal, főleg motorolajokkal és adalékaikkal kapcsolatos kutatások. A tanszéken a kenőanyagokkal és a bitumenekkel, valamint a műanyagokkal kapcsolatos adalékolási kérdésekkel foglalkozunk, illetve ezeknek az adalékait állítjuk elő. Ezek az adalékok képesek arra, hogy tisztán tartsák a motornak a belső részeit, vagy alkalmassák tegyék a bitumeneket hosszabb élettartamú felhasználásra. Ezeknek az adalékoknak a kísérleti munkája után, kifejlesztése után az ipari megvalósítás a MOL különböző üzemeiben történik. Az alternatív energiaforrások egyre fokozódó jelentősége közismert. Motorhajtóanyagok és adalékaik tekintetében olyan termékek kifejlesztését tűzte ki célul a tanszék, melyek a korszerű gépkocsikban továbbra is felhasználhatóak és nem igényelnek új töltőállomásokat. Fontos szempont, hogy ezek az új hatóanyagok összeférhetőek legyenek a hagyományos motorhajtóanyagokkal és hajtóanyagellátó rendszerekkel. Nagy mértékben hozzájárultunk a biokomponens tartalmú motorbenzinek és dízelgázolajok magyarországi bevezetéséhez. Magyarország számára nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyük a megújítható energiák esetében a mezőgazdaság ipari rendszerű termesztési lehetőségeit is. A MOL NRT-vel közösen együttműködve számos új területen is dolgozunk. Olyan terméket, a biogázolajat ismertünk fel, amely alkalmazástechnikai tulajdonságaiban dízelmotorok hajtására alkalmas termékek közül a világon egyedülálló.
jelenleg a MOL Százhalombattai finomítójában már egy kísérleti üzem több hónapja működik. A termék iparjogvédelmét közös szabadalommal biztosítjuk. A tanszék nagy hagyományokkal rendelkezik a petrolkémia és a műanyagipari nyersanyagok előállítása, fejlesztése területén. Az iparban előállított műanyagokból előbb-utóbb hulladék keletkezik, viszont a műanyag hulladékok kezelése és újrahasznosítása régóta problémát jelent. Ezért a tanszéken már az 1990-es évek óta komoly hangsúlyt helyeznek a műanyagok és gumik újrahasznosítását megcélzó kutatásokra. Jelenleg egy évi 70-80 tonna műanyag hulladékot földolgozó kísérleti berendezéssel rendelkezünk, amely az alapanyagot alapított formában dolgozza föl, és olyan szénhidrogén termékeket állít elő belőle, amelyeket utólagos finomítással különböző motor küzemeltetésére is föl lehet használni. Ezzel nem csak energiát lehet megtakarítani, hanem a kibocsátott széndioxid mennyiségét is lehet csökkenteni. A járművek elhasznált gumiabroncsainak kezelése is komoly problémát jelent. A tanszéken kifejlesztettek egy eljárást, mely segítségével ledarált gumiabroncsot kevernek bitumenhez. Már világszabadalom védi az új bitumenfajtát és előállítási eljárását. Felhasználásával az épített utak élettartama, rugalmassága és teherbírása a jelenleginek többszörösére növelhető, karbantartási költségei pedig jelentősen csökkenthetők. Világszabadalommal védtük ezt az új terméket, amelyet kémiailag stabilizált gumibitumennek neveztünk el, és amely különleges tulajdonságainál fogva alkalmas arra, hogy az épített utak élettartamát többszörösére növelje. A különlegessége ennek a terméknek az, hogy ülepedéssel szemben lényegesen stabilabb, mint a piacon lévő termékek, és emiatt kőolajfinomítókban is előállítható, és emiatt a gazdaságossága is kedvezőbb. Napjainkban a kőolajiparban kialakult éles versenyhelyzet, a gazdasági környezet folyamatos változása és a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás arra sarkalja a vállalatokat, hogy egyrészt a meglévő készülékeket a lehető legnagyobb kapacitással és minimális energiafelhasználással működtessék, másrészt az új berendezések és készülékek tervezése során megtalálják az optimumot az előírt igények és a beruházási költségek között. A tanszéken etéren is komoly kutatások folynak. A technológiai sorok, berendezések, műveleti egységek folyamatos és szisztematikus vizsgálatával hozzájárulunk ahhoz, hogy a meglévő berendezéseinket az olajiparban a legkisebb energiafelhasználással és a lehető legnagyobb hasznos termék kihozatallal működtessük. Ebben is fontos együttműködő szerepe van a MOL tanszéknek, mint kutatófejlesztő bázisnak és a MOL Egyetének, mint ipari üzemnek. A MOL Ásványola és Széntechnológia Intézeti tanszékében számos forradalmi újdonsággal kecsegtető kutatás zajlik. Hazánk olajipari óriás vállalatával együttműködve biztosítottá válik a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása. Az intézet alap, mester és PhD képzése országosan egyedi, és a világban is csak néhány helyen folyó szakirányú képzést nyújt. Így a tudományos műhely méltán büszke fellegvára a hazai vegyészképzésnek. A film a TÁMOK tudományos eredmények disszeminációja és tehetséggondozás a minőségi képzésért a Pannon Egyetemen projekt keretében az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alaptárs finanszírozásával készült.